Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Barabás Rihárd, a Párbeszéd szóvője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csak a Párbeszéd szóvivője, vagy a helyhatósági választásokon a kampányt is viszi? Hát a kérdés nem kizáró szerintem. Nyilván a Párbeszéd szóvivője is vagyok, és Karácsony Gergely személyes szóvivője is vagyok. Tehát, hogy ez egy... Erre gondoltam, csak így Ez két, tulajdonképpen azért némileg elválasztandó, vagy elválasztható feladatkört jelent. És nyilván az önkormányzati választáson a Gergővel folytatott főpolgármesteri kampányban én is igyekszem, a kampányból igyekszem aktívan kivenni a részem, de emellett azért azt fontos elmondani, hogy a 11. kerületen Újbudán aktívan részt veszek a kampányban dr. László Imre csapatában, ahol ugye összeállt László Imre mögött a teljes ellenzék. A DK parlamenti képviselő, aki különben egészségügyi politikus, és azelőtt kórházvezető főorvos volt. Kórházigazgató főorvos volt, egyébként volt sportoló, katonaorvos, tehát egy nagyon nagy tudású ember, aki nagyon oda tud figyelni arra, akikkel dolgozik. És mögötte a csapat is nagyon jó, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy beérett az a sok-sok munka, azt hiszem, amit tulajdonképpen mindenki végzett, csak nem álltak korábban össze. Az, hogy képesek voltunk együttműködni, képesek vagyunk és képesek leszünk együttműködni. Azt gondolom, hogy megértette a politika, hogy az emberek már összeálltak a Fidesz ellen, összeálltak a változásért, és itt volt az ideje, hogy a politikusok is végre megértsük ezt az üzenetet. Megjegyzem, mi a Párbeszédben, csak hogy minden szentnek maga felé hajolhasson egy kicsit a keze, vagy hajlíthassa egy picit a saját kezét, mi azért már nagyon régóta mondjuk, hogy együttműködésre van szükség, amelyet demokratikus úton kell kialakítani, és az előválasztás nagy sikere bebizonyította, hogy amit mi körülbelül 4 éve mondunk, az igaz. De az előválasztásoknak még nincs vége, mert úgy tűnik, hogy Szolnokin is esetleg egy előválasztás lesz, meg a 9. kerületben is, meg Isten tudja még, hogy hol. Igen, hát ezek pont azt mutatják szerintem, hogy a rendszer egésze már együttműködésben van, pont azt mutatja, hogy Budapest szinte valamennyi kerületében megtörtént a megállapodás, és azt is mutatja, hogy van a szándék a vitás kérdéseknek a rendezésére is, azért lesz előválasztás. Tehát, hogy ez nem baj, hogy ez történik, ez nem együttműködést romboló, ez pont, hogy együttműködést építő és vitáskérdéseket rendező módszer. Mit tud nekem mondani például mondjuk Szolnokról konkrétan? A szolnoki tárgyalásokban nem vagyok benne, tudom, hogy ott van még egy kis kisikálni való, hogy úgy mondjam, de a részleteket nem ismerem. Az elmúlt hónapokban elsősorban a Budapest és a 11. kerületi kampányok és együttműködések kialakítása. Akkor biztos szükebb hazájához tartozik a 9. kerület. Mi történik a 9. kerületben? Hát a 9. kerületben előválasztás lesz. Mi történne? Meg fog mérkőzni két nagyon tehetséges hölgy, akikről eddig már tudunk, Jancsó Andrá és Baranyi Kriszta, mind a ketten nagyon tehetségesek, és az emberek majd eldöntik, hogy közülük, vagy egy harmadik személy közül ki lesz az ellenzék és a civilek, az emberek, az ott élő közös polgármester jelöltje. Akármilyen furcsa, ezt hívják demokráciának, ezt hívják jó politikának, csak nagyon elszoktunk ettől, mert a Fidesz uralma alatt minden kontroll alatt van, a Fidesz folyamatosan mindent felülről próbál megmondani, és picit furcsán hat, hogy létezik olyan még, hogy demokrácia, de az az igazság, hogy az a tény, hogy az emberek a tűző napon tömött sorokban álltak a szavazósátraknál, és 70 ezeren mentek el Budapesten szavazni az előválasztás ideje alatt, az azt mutatja, hogy nemhogy nem veszett ki a demokratikus ösztön, hanem pont, hogy feltámadóban van. Ez szerintem Szóvivő nagyon biztató. Ön egy ragyogó színész, és monológot is nagyon jól tud mondani. Akkor most monológot megszakítjuk, és engedelmével feltezem a következő kérdést. Persze. Ön egy DK-s szakpolitikus országgyűlési képviselő mellett is most akkor szóvivősködik. Hogy lesz egy országgyűlési képviselőből polgármester? Nagyon egyszerű erre a válasz, úgyhogy megválasztják. Elindul a választáson, összeszedi a megfelelő szám ajánlócédulát,
a mellette álló pártok. Könnyű lesz összeszednie neki az ajánló cédulákat, hiszen már együtt dolgozik vele, nekünk állandó vendégünk itt a stúdióban. Biztos vagyok benne, hogy könnyű lesz, az emberek nagyon szeretik, én bármerre járok a kerületben, csak elismerő szavakat. Hát nem mindenkit meggyógyított, tehát könnyű hát, úgy, hogy az embernek van egy előző ismertsége, hát de ezt kell kihasználni, erről szól a helyhatóság. Ez szerintem nem baj, ez szerintem bizalomépítő, azt mutatja be, hogy az ember... Ha az ember képes a közösségért cselekedni, azt mutatja be, szerintem, hogy itt van dr. László Imre, aki korábban orvosként tett a közösségéért, és most tulajdonképpen közösségszervezőként, politikusként szeretne tenni. Emellett pedig eltökélt célja az, és ez nagyon fontos, és ezt nagyon szeretem az Imrében, hogy ő nem egy ilyen celeb politikus, nem a napi szelfiket akarja teljesíteni, hanem egy csapatot akar építeni. Egy olyan csapatot, akivel együtt képes vezetni Újbudát, és ez az ő egész gondolatiságában nagyon fontos, pedig mert ebből a gondolatból lehet majd azt levezetni, hogy például Újbudán is, ahogy egész Budapesten, Karácsony Gergely győzelme után sokkal több de embereket bevonó fejlesztés elért az életében, lesz. Amit el lehetett érni. Ilyet kiváló családja van, igen. Nagyon jó orvosi szuper. Pályát, mindent. És most Újbuda kiváló polgármestere lesz. Szerintem az élet az tele van újabb és újabb kihívásokkal, amikkel újra és újra szembe kell néznünk, és szerintem az nagyon-nagyon vagány, ha ezt a szót mondhatom, ahogy László Imre kampányol, hogy László Imre a bölcsességét és a tapasztalatát oda teszi ebbe a nagyon sokszínű csapatba, mert azért ezt tegyük hozzá, hogy Újbudán 6 párti együttműködés, plusz 6 párti és civil együttműködés van, tehát nagyon sokfajta embernek kell együtt dolgozni, és egy ilyen csapatot vezetni és menedzselni, azt gondolom, hogy kifejezetten a türelmet, odafigyelés, nyugodtságot kér. Nem azért, mert bármi gond lenne a csapattal, hanem azért, mert egyszerűen a sokszínűsége okán nagyon sokféle menjünk tovább, beszéd akkor a van egyáltalán. Menjünk tovább a sokszínűségben. Nem túl sok helyet adtak az LMP-nek a szikológiából, ami magyarra fordítva székeket jelent, hisz egy pártnak is kell építkeznie, abból tudnak építkezni, hogyha helyhatósági választásokon megmérettetik magukat, és vannak képviselőik, és ezért havi fizetést kapnak, tehát megvan a játszótér, tehát a megjelenési lehetőségük. Hagytak-e például az LMP-seknek a 7. kerületbe helyet? Nem tudom, a 7. kerület részleteit nem ismerem. Az LMP-nek úgy tudom, hogy az a budapesti igényem volt, amikor ott jár a tárgyalásokon részt vettem, hogy 21 egyéni képviselői körzettel legyen egész Budapesten, jól emlékszem. Valamikor önök házasságban voltak az LMP-vel, külön váltak, de azért a régi kapcsolatokat gondolom fenntartják, és hogyha jól emlékszem, akkor kedden a stúdiónk vendége volt Moldován László, aki az LMP budapesti elnöke volt, és most saját jó akaratából, ha a Isten is úgy akarja, akkor a 7. kerületben lesz független képviselőjelölt. Mi a kérdés? Mit tud erről mondani, hisz ön a mindenhol ott van, és mindenről tud. Nem annyira szeretnék erről mit mondani. Én azt szeretném mondani, hogy Karácsony Gergely mögött összeállt egy sok párti együttműködés, a vitás kérdéseket, mint mondtam, előválasztáson rendezzük. Mindenki, aki ezt az együttműködést támogatja, az Budapesten változást akar. Mindenki, aki ezt az együttműködést meghekkeli, vagy támadja, vagy alássa, az a Fidesznek dolgozik. Döntse el mindenki ezek után, hogy ő mit gondol. Akkor menjünk tovább, kíváncsi vagyok művész úr következő válaszaira. A hétvégén kezdődik, 29-én a 15. Európai Makkabi játékok. Több mint 3000 zsidó sportoló érkezik Magyarországra. Több színhelyen másnap van a megnyitó, először megkezdődnek a játékok, és mind az olimpián másnap a megnyitó. Lehetőség nyílik arra, hogy a magyar zsidó kultúra, a magyar zsidó gasztronómia és az egész világ minket lásson. Elfognak az önök politikusai az eseményekre látogatni például. Hát egészen biztos vagyok benne, hogyha meg nem tudom, hogy kaptak-e meghívót már esetleg. Minden magyar állampolgár igényelhet jegyet magának. Na jó, a hát játékok ingyenesek. Én nagyon örülök, de nekem például ez az információ új, eddig nem jutott el hozzám, úgyhogy ezt egy meghívásnak tekintem akkor is. Hát amennyiben a mi televíziónk meghívhatja önöket, hát, regisztrálni kell, gondolom, hogy a megnyitóra is kaptak a politikusok meghívót, illetve regisztrálniuk kellett, népes külföldi delegációk érkeznek, televíziónk természetesen élőben fogja közvetíteni. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ország minden kultúrája, minden csoportja, legyen szó akár vallás, etnikai, kulturális, teljesen minden szakmai csoportja folyamatosan meg tudja mutatni magát.
egy város és egy ország akkor erős, ha abban az emberek sokfélék, mert ez a sokfélék sokféle nézőpontot mutat, és a sokféleségből születik a kreativitás, sokféleségből születik az új ötletek, és azt gondolom, hogy egy ilyen sportrendezvényt csak kitörő örömmel fogadhatunk valamennyien, úgyhogy meg fogom nézni akkor a naptáramban, hogy hogy vannak a programok, és hogyha van benne hely, akkor szívesen meglátogatom. Ezekben a napokban az ön eredeti szakmája dübörök, hisz a nyári szabadtéri fesztivál napjait éljük. Milyen előadást ment el és nézett meg, vagy mit fog nem még volt elmenni? Idő mostában nyáron színházba menni, itt a kampány egy picit. Egy színész, aki hát ez értem, mert évközben igyekszem mindig szánni rá, hogy havonta egyszer-kétszer el tudjak menni, de a helyzet az, hogy most nyáron, azért ne vicceljen velem Péter, három kampányt kellett január óta végig menedzselnünk és végig tolnunk, és közben voltak mellette azért más egyéni projektek is, úgyhogy egy picit zsúfolt volt, de a kérdésére. Az élet úgy szép, hogyha zsúfolt. Hát úgy szép, igen, de egyébként nagyon hiányzik a színházba járás, de megjegyzem, most így nyáron nem valószínű, hogy nyári színházba fogok menni, viszont amint ősszel elindul az évad, valószínűleg előre fogok sok-sok naptár helyet lefoglalni, hogy semmiképpen sem. Mondjuk azt, hogy túl vagyunk a helyhatósági választásokon, és mindenkinek az jön be, amiről álmodott. Ez kétlem, hogy ilyen lehetséges, mert a Tarlós Istvánnak és Karácsony Gergelynek egyszerre nem jöhet be az, amiről álmodnak, ha csak Tarlós István nem álmodja azt, hogy Karácsony Gergely lesz a főpolgármester. Hogyan tovább, Barabás Rihárd, marad-e a Párbeszéd szóvivője, vagy elszegődik főpolgármesteri szóvivőnek? Szerintem ezek még kár és korai beszélgetni, most az a legfontosabb, hogy Budapesten elültessük azt a változást, ami felszabadítja a fővárost és egyébként a vidéki városokat a nemzeti együttműködés hazug rendszerének fogsága alól, és utána ráérünk azon gondolkozni, hogy ki milyen feladatokat szeretne vállalni. Szerintem a politika nem arról kell, hogy szóljon, hogy ki milyen székben akar ülni, hanem az, hogy ki milyen feladatokat tud vállalni, ki milyen feladatokat tud felelősséggel végrehajtani. Az én feladatom most egyfelől az, hogy az új budaiak érdekét képviseljem. Nagyon-nagyon izgalmas számomra például az, csak hogy mondok egyet, eddig listás képviselőként inkább a kerület egészének az ügyeivel kellett foglalkozni, és most az, hogy egyéni körzetben indulok, ráadásul ott, ahol én élek, ami nagyon-nagyon izgalmas. Most el kell kezdeni menedzselni olyan egyszerű dolgokat is, mint hogy például legyen, sőt nem is egyszerű, fontos dolgokat, mint hogy a homokozóban legyen cserélve a homok, mert a gyerekek nem tudnak játszani. És látszólag az a helyzet, hogy ezek mikroügyek, mert persze egy 30 milliárdos költségvetési kerületben... Nem, ez egy nagyon fontos, de egy pont szülőnek, ezt akarom mondani, hogy boldogan igen, engedhesse a gyerekét pont homokozni. Ezt akarom mondani, az, hogy milyen betegséget szed össze, vagy nyugodtan legyen. Inkább ne szedjen össze semmit, hanem legyenek Új Budán olyan játszóterek, ahol mezitláb lehet játszani. Mert egyébként olyan város szeretnék, ahol a játszótéren mezitláb lehet játszani. És egyébként olyan játszóteret, ahol a padok okos padok, és vállalkozók, dizájnerek, fiatalok, idősek tulajdonképpen a játszótéren ülve tudnak dolgozni, nagyra nőtt fák árnyékában, úgyhogy egyébként tudnak ivóvizetni a kútból. És valójában ezek azok a nagyon apró fejlesztések, amik jó helyé teszik az otthonunkat, amik élhetővé teszik az otthonunkat. Nem kell mindig költségvetésekről, policykről, stratégiákról. Mi lesz előbb, polgármester vagy parlamenti képviselő? Nem számít, nem ez a fontos. Az a fontos. Erről a homokozóról én nekem úgy tűnik, hogy inkább a helyi képviselet érdekli ez jobban. Engem nagyon sok minden érdekel. Ugyanúgy érdekel a homokozó, mint a kínai gazdasági expanzió és az új Shenmue-ra adott európai válaszok például. Vagy hogyan függ, ezt mondjuk kifejtheti ezzel? Még 1 perc 32 másodpercben. 1 perc 32, az a baj, nem lesz elég, de mondjuk arról beszélni, hogy tulajdonképpen a következő másfél évtized nagyjából arról fog szólni, hogy mit ígér az új budai fiatal pároknak? Ezt szerintem, Péter, tartsunk egy témánál, tehát hogy értem, hogy nagyon szeret provokatív kérdéseket feltenni, de most Kínáról kezdtünk el beszélgetni, és ne váltsunk egy témát. Kína olyan messze van. Téved, Kína itt van. És pont erről kell beszélni, hogy nézze meg, hogy például milyen, ezzel semmiféle negatív dolgot nem mondok, csak vegye észre. De én szeretem a kínaiakat, és szeretem a kínai kultúrát. Így. És... csak vegyük észre, hogy például milyen sok helyen van kínai felirat a városban, mondjuk a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. És mennyi kulturális intézet van, és mennyi helyen nem, lehet így van, tanulni de nézze, ugyanúgy meg lehet nézni, hogy milyen befektetéseket végeztek Afrikában, és meg lehet nézni, hogy az autógyártásban már régen előzik az USA-t, meg lehet nézni azt, hogy kőolaj felhasználásban már régen előzik az USA-t, azt is meg lehet nézni, hogy a legnagyobb széndioxid kibocsátó Kína például. Tehát nagyon sok mindenről lehet beszélgetni. Nem lehet minden tökéletes. Hát nem, minden nem lehet tökéletes, ebben igaza van, de ugye onnan nyitottuk ezt a beszélgetést. Meg tudtuk, hogy ön egy zöld politikus. Azt is megtudtuk belőle például, igen. Kedves nézőim, az elmúlt bő 15 percben Barabás Rihárd, a Párbeszéd szóvivője volt stúdiónk vendége, de helyesbíteni kell, hisz az új budai polgármester
polgármesteri választásokon egy jelöltje, egy helyhatósági jelölt, aki bízunk benne, hogy majd gondoskodni fog arról is, hogy nyugodtan kiengedhetjük a gyerekeinket a játszótérre, ha esetleg ma nem lehetett, illetve új játszóterekről is fog gondoskodni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.